Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig folytatjuk a gyerekkorunk lerombolását, ugyanis egy micimackós horrorjátékot hoztam el nektek. Hogyha örültek ennek az egésznek, akkor mindenféleképpen csapassatok már most egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha pedig esetleg valaki még nem iratkozott volna fel, akkor mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt a Gameplay csatornán? Egyébként ez a játék a napokban jelent meg, itt is vagyunk már a menüjében, most konkrétan Mici Mackó nézott minket az ablakból? Hát én rettentő kíváncsi vagyok, hogy mégis mi lesz ez az egész. Az a játékunknak a neve, hogy Nightmares with Winnie. Hát remélhetőleg nem lesznek nagyon, de nagyon durva rémálmaink. Ez a játék, meg ez a videó után, mi mégis kikkel vagyunk? Hogy várjatok már, a Mici Mackóban van a Robert Gida? Nagyon, de nagyon nincsenek meg már nekem ezek, pedig régen brutálisan éltem a Mici Mackót is, mondjuk olyan 15 éve talán? Fú, még kimondani is durva. De most pedig... ezt a jó emlékemet is le fogják rombolni. Most akkor mi a Mici Mackónak viszünk egy ajándékot. Mondta is nekünk a szamár, hogy jó fele vagyunk, menjünk is tovább. Fú, de kezdetleges a játéknak a grafikája. És itt is van nekünk, hogy mégis hogyan tudjuk irányítani. A VASD-vel tudunk menni, az E-vel interaktálni. A kontrollunk segítségével pedig le tudunk guggolni. A Space-el pedig tudunk ugrani. És futás is van a játékban. Meg elemlámpa, amelyet nem tudunk még bekapcsolni. Nem kell valahonnan felvennünk az elemlámpát. Ja, dehogy nem, hát itt van. Kedves játék, azt mondtad, hogy az elvel tudok interaktálni. Ez nem az elemlámpa? Csak így random, itt van egy váza? Hát eléggé gyanús, az biztos, hogy nem tudom felvenni. Milyen mérges a tigris ezen a képen. Na de... menjünk is be, hogyha felbírtam volna venni az elemlámpát, akkor tuti, hogy az elbetűnk ott lett volna. Majd gondolom, hogy a gémünk közben fogom megkapni. Miért van random mindenhol méz? Hát itt valami nagyon, de nagyon van a biztosítékkal. De mivel nem vagyunk szerelők, ezzel ne is foglalkozzunk. Ezt a kalapácsot sem tudom felvenni. Pedig azért lehetséges, hogy jól jönne egy védőszerszám. Mégis mit művelnek itt malackával? Léci, ne legyenek ilyen nagyon, de nagyon durva kínzások ebben a játékban. Ugyanis tényleg, rettentően szerettem én a Mici Mackót. Itt pedig van random egy láncfűrész, meg egy csomó vér. Ide nem tudok lemenni? Hát sajnálatos módon nem. Szóval menjünk is tovább errefele. Mi ez a hang? Ja? Hogy már üldöznek minket? Ráadásul. Na várjatok. Most sikeresen leráztuk? Aha, nem. Hogy malacka üldöz minket. Guggolj le, guggolj le. Nincsen semmi probléma. Bejutottunk ide a szellőzőbe. Nagy eséllyel, mivel malacka rettentő kicsi. A nyomunkban van és elkap! Fú, pedig már ott volt a szellőzőnknek a kiárata. És tényleg annyira kevesen múlott ez az egész. Na de most teljesen egyé válok a játékkal, és hátra sem nézek, ugyanis megijesztett már minket egyszer. Többet nem fog? Mondom ezt most, de mivel ez egy horror játék, nagy eséllyel lesznek még ami jumpscare-ek, és most nagyon is megvan, hát persze, hogy megvan, de akkor ezek szerint a Mici Mackóból most mindenki ellenünk van, és a malacka is gonosz, meg gondolom, hogy a Mici Mackó is gonosz, és konkrétan
Még a WC-ben is méz van. Hát na. Akkor ezek szerint... ez az egész rész... Ah! Mi volt ez? Most ide fel tudok menni? Nem szeretnék oda felmenni, szóval ez az egész rész Mici Mackónak szinte a... Mennyország, megnyomtam itt az E-t, és ennek köszönhetően fel tudtunk menni a létrán. Hát szia Tigris, Mizu! Miért? Mondja nekünk, hogy egy elhagyatott gyárban vagyunk. Nyilván, hol is lennénk? És most akkor errefele tovább tudunk menni. Aha, és most kaptuk meg akkor az elemlámpát. Nagyon, de nagyon nem tetszik, hogy ennyire sötét van. És már most érzem, hogy el fogunk tévedni. De errefele van egy lépcső, szóval én fel is jövök, és rendes... Nézd, szökőkutak vannak itt szinte. Na ott meg mégis mi van? Itt pedig nekünk parkúrozni kell, le ne essek. Jó, nincsen semmi probléma. Aha. Hogy ezért kell ugrani a játékunkban, ugyanis... Jó. Hú, azt hittem, hogy le fogok esni. De nem estem le, és mik ezek a creepy, darkwebes képek itt a falon? Ennek a méznek meg olyan formája van, minthogyha szinte SpongeBobnak a feje lenne. Hát, itt egy biztonsági őrnek kéne lennie, de nincsen biztonsági őr, szóval menjünk is tovább errefele, ugyanis ott nem nagyon tudtam csinálni semmit sem. Aha, hogy itt le kell ugranunk? Na ez mondjuk elég érdekes volt. Ugye amikor lefele néztünk, brutálisan mély volt, most pedig csak így random ide teleportáltunk. Van nekünk itt egy ajtónk, amely le van lakatolva, és akkor most az a feladatunk, hogy meg kell keresnünk a lakatnak a kulcsát. Hát reménykedjünk benne, hogy ez a gyár tényleg elhagyatott, és tényleg csupán mi vagyunk itt? De mit művelhetett amúgy Mici Mackó? És miért van mindenhol ennyi méz? Ember! Miért vannak ennyire, de ennyire ijesztő jumpscare-ek benne? Hát a szívbajt hozták rám. De most akkor Mici Mackó nem akar minket megölni? Itt is van a kulcs, szuper. Tűnjünk is innen minél hamarabb. Merre volt az az ajtó? Errefele, ugye? Jó. Ez nagyon, de nagyon jó jumpscare volt egyébként. Meg a másik lejövős jumpscare is brutálisan félelmetesre sikerült. Most pedig minthogyha mi sem történt volna, és ez csupán valami rémálom lenne, visszük is tovább az ajándékunkat Mici Mackónak. Hát eléggé zavaros ez számomra. Szia Tigris! Rendes egy kicsikét, az előző jumpscare után elkezdett szúrni a szívem, annyira megijedtem. Na! Minthogyha ez teljesen egy másik univerzum lenne, ugyanis itt malacka sincsen elátkozva, meg malacka sem ijesztő, hanem full barátságos. Meg akkor nagy esélye Mici Mackó is, de nem, ugyanis visszakerültünk ebbe a paravilágba! Gyanús volt, hogy nem volt a játékunknak hangja. És hát ezek szerint... Nem véletlenül nem volt itt hang. Na de most, hogyha arrafele nem tudok tovább haladni, akkor merre kell tovább haladnunk? Ugyanis egyik ajtón keresztül sem tudok bemenni. Vagy lehet, hogy... Szépen lassan kell itt jönnünk, és akkor megnyílik nekünk a mögöttünk lévő ajtó,
És már megint menekülnünk kell. Hát persze, hogy menekülnünk kell. Vajon, hogyha ezekbe a mézekbe belemennék, akkor beleragadnánk? Vagy meghalnánk? De ezt én most nem szeretném kideríteni. Jó. Nincs semmi probléma. Bízzátok csak az elekre. Az előbb egy kicsikét nekimentem az egyik ilyen cuccnak. És minthogyha a karakterünk lelassult volna, de szerencsére nem ragadtunk oda. Most pedig már egy nyilvános helyen vagyunk, ami csak jót jelenthet nekünk. Bár hogyha nincsenek a közelben emberek, akkor annyira mindegy, hogy nyilvános helyen vagyunk, vagy sem. Miért van Samár oda fellógatva? És miért van benne egy kés? Minthogyha el akarna tőlünk búcsúzni! Ez nem is méz akkor? Hanem szinte forró láva? De nem, szerintem csak brutálisan forró méz. És most elvesztettük Samarat. Hát rendes, szomorú leszek én itt. Ki lesz a következő? Mi is meghalunk, vagy Mizu? Aha, ott valaki sétál. Kérlek, segíts nekem! Az őrült micimacka nyomomban van. Na de, errefele van az egyetlen egy létre, amivel bármit is tudnánk kezdeni. De sajnos, oda nem tudunk felmászni, szóval vissza kell jönnünk ide. Hát de ide meg nem tudunk visszamenni. Léci, ne akadjak itt el. Aha, hogy ugrálgatva fel tudok jönni ezen a létrán. És akkor... Nyilván ott kell lennie micimackónak. Mindent beleadok. És jó lesz, hát persze, hogy jó lesz. Elmenekülünk a gonosz micimackó elől. Nézzétek csak meg. Ott is van a kijárat. Csak nehogy az legyen, hogy majd mi megöljük most, vagy valami. De várjatok már! A játékunk menüjében abból az ablakból nézett ki micimackó. Most akkor mi inkább öngyilkosok lettünk. És megöltük magunkat. Hát nagy eséllyel szerintem igen. Mennyire beteg vége van a játéknak. Itt pedig már ilyen kis békés, barátságos képek vannak a meséből. Minthogyha minden teljesen rendben lenne. És ennyire normálisak lennének. Közben pedig tudjuk, hogy milyen az igazi és sötét oldaluk. Ez most akkor a vége? Aha! Hát sikeresen kijátszottuk ezt a gémet. Eléggé durva volt és sokkoló. Nagyon, de nagyon remélem, hogy nektek is bejött annyira legalább, mint nekem. Hogyha igen, és tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. A komment szekcióba jöhetnek játék ajánlások. Hogyha pedig esetleg valaki még nem nyomta volna be a csengőt, akkor kérlek, tegye meg. Ugyanis akkor elvileg nem fog lemaradni egyetlen egy új videómról sem. Én köszönöm a figyelmet, Elek Robi vagyok. Majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!